Dr. Ratka Imola szemorvoshoz fordulunk most segítségért, hogy egy kicsit többet tudjunk a szürke hályogról. Én arra emlékszem ezzel kapcsolatban, hogy ha már két félelmetes hályogról, a szürkéről meg a zöldről volt szó régebben, akkor mindig azt mondták, hogy akkor már legyen inkább szürke, ha már muszáj. Nagyon-nagyon elterjedt, ahogy azt a riportunkban is hallhattuk, hogy nagyon sok embert érint. Egyáltalán mi váltja ki, mi okozza? Hát régen azt mondták, hogy az öregséggel járó megbetegedés, amit kötelező. Hát gyakorlatilag olyan 70-80 évesen majdnem mindenkinek kialakult szürkehályogja. Manapság, hogy az ózonluk miatt magasabb az UV-sugárzást, ezért fiatalabbaknál is találunk. Férfiaknál ezek a badiszerekbe azért tudni kell, hogy nagyon sokan használnak steroidot, ami másodlagosan szintén okoz egy szürkehályogot. Hát gyakorlatilag ezzel már 40 éveseknél is megjelent. Te azt mondtad, Vece, hogy neked, téged is meggyanúsítottak egyszer azzal, hogy meggyanúsítottak ezzel, igen, amikor még sportoltam, akkor egy sportoló is meggyanúsított, hogy hát ez bizony valószínűleg szürke hályog, és akkor teljesen magamban omlottam. Hány éves? 12-13. Lehet? A gyerekkorban is előfordulhat? Van vele született szürke hályog is, van olyan, hogy parciális, csát részben, van, amit rögtön operálni kell, hogy ne legyen valaki tompalátó és használja a szemét, van, ahol csak egy pici részben is szürke hályog, és esetleg nem műtjük meg, mert összességében küzdünk az ellen, hogy tompalátó legyen a szem, és ha olyan helyen van, nem nyúlunk hozzá. Később lehet rége ütésre. Tehát lehet olyan, hogy valaki cukorbeteg, lehet olyan autoimmun betegsége, ami miatt szintén steroidot kell szednie, és szintén kifejlődik. Tehát gyerekkorban is lehet, de ha teljes, akkor mindenképpen műteni kell, hogyha csak részleges és nem rontja úgy a látást, akkor nem. Valahogy tehetünk mi ez ellen? Tehát védhetjük valahogy a szemünket? Nyilván védjük az ütésektől, próbáljuk meg az UV-sugárzástól, hát, de hogy egyébként... Próbáljuk az UV-sugárzástól védeni napszemüveggel, tehát sokkal gyakoribb, hogy napszemüveget kell viselni. Ezt beszéltünk a múltkor a sportolásnál, főleg aki evez, tehát mindenképpen a hóval, tehát a síelőknél, magas hegyekben is sokkal inkább előfordul, de gyakorlatilag, hogyha úgy használjuk a szemünket általában, hát ez kialakul. Tehát úgy nagyon védeni nem, mint hallottuk, nagyon jó műtéti megoldások vannak, rengeteget fejlődött a technika, ez gyakorlatilag egy negyed órás műtét, és már utána jól láthat a páciens, tehát nem kell megijedni, ha véletlenül valakinek mégis kialakult, és nem kell addig várni, mert régen megvártuk, hogy teljesen elszürkül a lencse, most már ezt abszolút nem kell. Tehát mikor kezdjünk el gyanakodni, hogy ez szürke hályog lehet, ha milyen tüneteket észlel? Hogyha valakinek nagyon megváltozik a törőereje, tehát például eddig távolra jól látott, most elkezd közelre is jól látni, és mondjuk a kora alapján már eddig közelre nem látott jól, tehát megváltozik úgy, hogy ó, most tudod olvasni. Először azt is hiszi, hogy milyen jó, hogy olvasni tudok, de akkor már valószínű, hogy van egy makhomály. Tehát eleinte lehet korrigálni, illetve nem is muszáj, utána érzi, hogy na egyre rosszabb, mindenképpen szemorvoshoz kell fordulni. Hova vezethet, hogyha nem fordulunk, és elhanyagoljuk, és nem akarunk vele foglalkozni? Hát gyakorlatilag egy szürkehályog kialakulásához vezet, tehát olyan nagyon nagy probléma nem lesz belőle, mert előbb-utóbb, hogyha eléri a centrumot, így is hirtelen, csak akkor valaki nagyon megijed. Mert megijed, hogy hú, eddig látott, letakarja a szemét, atya, Isten, most nem látok. Tehát nem kell megijeszteni, mert ez tényleg operálható. Van, akinek 5 év alatt fejlődik ki, van, akinek még hosszabb idő alatt, és ezt még akkor nem is mondhatjuk szürkehályognak, csak van egy pici lencsehomálya. De hogyha elérte a centrumot, így is úgyis orvoshoz megy, mert nem fog látni. Tehát csak azt nehezebb már operálni az új technikákkal. Megjelent ugye a femtoszekundumos lézer is, maga a műtét technikáknál van az ultrahangos, a fakoemulzifikációs technika, ami továbbra is egy nagyon jó technika, és nyilvánvalóan, hogyha nagyon kemény a mag, mert nagyon régóta áll fönn a szürkehályog, nehezebb operálni. Több a szövődmény lehetősége, tehát ha nagyon nem muszáj, akkor nem kell megvárni, hogy teljesen egy hófehér dolgot látunk valaki szemébe. Egy házki kutyánál is lehet látni. És bioéletmóddal, meg vitaminokkal egyébként nem lehet megelőzni? Hát nyilvánvalóan vannak olyan jellegűk, hogy ilyen antioxidánsok, tehát nyilván, ha egészségesen élünk, valószínűleg, hogy kevésbé, állítólag a mézzel kapcsolatban is voltak olyan föltételezések, hogy talán csökkenti, voltak ilyen szemcseppek, az nem igazándiból használt, próbálkozhatunk. Sokszor hit kérdés is. Na most egy kicsit elkanyarodva a szürkehályoktól, kicsit kiszélesítve a kört, amiről beszélgethetünk, így télen mi az, amire ugye a szemünk védelme szempontjából oda kell figyelni, vagy mi az, amire ilyenkor, amikor
a kevesebb fény hatására jobban oda kellene figyelni? Hát gyerekeknél is oda kell figyelni, hogy jó fény mellett olvassanak, tehát mondjuk nem egy szürkületben, nem, tehát hogy jó megvilágítás alatt, ez elég fontos, tehát ha olvasunk, ha dolgozunk, azért jó fény megvilágítás legyen, ha jön a síelés, akkor mindenképpen figyelni kell, ugye, hogy az UV fényvédelem. Mert nem csak, hogy szürke hályogot okoz, hanem gyakorlatilag, hogyha a látóideghártyára lemegy, tehát van fényvakság is, ami nem végleg marad meg, de gyakorlatilag, hogyha lemegy valaki, és nagyon napfényes, ugye visszaveri a hó, akkor mindenképpen érdemes napszemüveget viselni, mert hát ez kellemetlen problémákat okozhat, begyulladhat a szem, tehát egy nagyon sok dolgot okoz. Az A-vitamint szokták emlegetni, hogy szürkületkor rosszabbul látnak azok, farkasvakságként is emlegetik azok, akik A-vitamin hiányosak. Az egy előre haladott állapot, de vannak olyan vitaminok, amikkel mondjuk, hogyha télen szedjük őket, jobban odafigyelünk rájuk, akkor azért segíthetjük egy kicsit a szemünk egészségét. Hát ami a látáshoz kell, az A-vitamin, gyakorlatilag az éles látásra az E-vitamin, amit mostanában hallunk a makuladegenerációknak, hogy a lutein pótlása, a szelén pótlása, tehát ezek mind olyan, vannak olyan multivitaminok, amiben ez tartalmazza a luteint, az A-vitamint, az E-vitamin, tehát nyilván téli időszakban, amikor esetleg nem annyira vegyes táplálkozás van, érdemes főleg az idősebb korban eszedni. Nagyon szépen köszönjük a segítséget!